Hauskának ugye két könyvét olvashatjuk magyarul. Hát az egyik legtöbbet adó, meg még a jövőben is szerintem a legtöbbet adó könyv lesz. Itt mondtam viccből, de tényleg így van, 8 éve olvasom, általában ez a táskámban van majdnem mindig. És akkor ebben volt pár évvel ezelőtt egy olyan kép, ami így kapcsolódik ehhez, amit Marian mondott, hogy mennyire tiszták tehát hogy ugye a bőrünk, ami bejut, bekerül a testünkbe, az tulajdonképpen mindenféleképpen belenyúl az anyagcserébe, ezért nem mindegy, hogy mit teszünk a bőrünkre. Szokták azt is mondani, hogy csak olyat kenjünk a bőrre, amit meg is ennénk, tehát ami olyan tisztaságú anyag. És akkor van egy ilyen rajz növényről, hogy tulajdonképpen hogyan lehet felhasználni kozmetikai célra a növényt magát. És tehát 50-es évektől elindult egy olyan folyamat, hogy a tudomány egyre fejlettebb eszközöket talált, és egyre mélyebbre hatóan kezdte megismerni az anyagi világot, és akkor felfedezték azt is, hogy például a halott növényből létrejövő szemet, illetve a szénkátrányt mennyi mindenre fel lehet használni. És hogyha így belegondolunk, hogy tulajdonképpen ez is természetes anyag, mert a természetből nyerjük, tehát a természetben találjuk meg, mint alapanyagot, ugye a kőolajat és a kőolaj származékokat, hogy akkor mi is ebben a baj ahhoz képest, ami a növénynek, ugye ez az elhaló részéből létrejövő anyagiság lesz. Viszont az élő növényt is fel lehet használni kozmetikumok gyártására, aminek a hatalmas különbsége az előző természetes anyaggal szemben, hogy él, tehát magát az élet energiákat őrzi még a frissen és időben leszületett növény, és tulajdonképpen a Hauska kozmetikum gyártásnak a célja, vagy a kozmetikumok készítésének a célja az, ahogy Emő is utalt rá, Marian is, tehát maga az élet továbbvitele, az egész értékteremtési láncolaton keresztül, tehát az élő növény feldolgozása, az életenergiáknak a kinyerése, és egy olyan minőségben való eljuttatása az emberekhez, hogy még tulajdonképpen ők maguk is a saját életritmusukba ezekkel az életenergiákkal rendelkező kozmetikumokkal tudják ápolni a saját bőrüket. Tehát ez a nagy különbség a kozmetikum gyártásban, hogy valamit az élettelemből hozunk létre, vagy pedig arra törekszünk, hogy az élő anyagot használjuk föl, és juttassuk be a szervezetünkbe. Hát a Hauska kozmetikumoknál nem kell hangsúlyoznom jobban szerintem, hogy itt erről van szó, hogy abszolút az élet energiák közvetítése folyik, és ma Európában a legmagasabb és a legszigorúbb minőség ellenőrzési rendszer a Natru-nak a rendszere, ami tulajdonképpen egy olyan fajta tanúsítványt ad az erre méltó és ezt a címet elnyerő gyártó cégeknek, amely valójában a legmagasabb fokozata ma így Európában annak, amiről azt mondhatjuk, hogy bio, illetve naturkozmetikum. A kettő nem ugyanaz, tehát naturkozmetikumnak azokat a kozmetikumokat nevezzük, amelynek a teljes alapanyaga természetes anyag. A biokozmetikumok ebben annyiban különböznek ebben a kérdésben, hogy amellett, hogy nyilván természetes anyagként szerepelnek, mint alapanyagok,
de magában a biokozmetikumokban 95%-nak kell lennie annak az alapanyag mennyiségnek, amely nem csak hogy természetes, hanem ökológiai gazdaságból származik, tehát biokertészetből, illetve biodinamikus gazdaságokból.